Az év elején bejelentették a LEGO tovább bővíti nyíregyházi gyárát, 1600 fővel növeli munkaerő állományát. A dán cég 30 milliárdos fejlesztéséhez az állami költségvetés is hozzájárul. Dr. Kovács Ferenc polgármester a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy nagyon picit, hogyha folytatjuk a statisztikában mutatkozó változásokat, akkor minek köszönhető az, hogy az elmúlt 4-5 évben, és ezt a KSH is alátámasztja, körülbelül 12 000-rel több vagy újabb munkahely jött létre, mint azt megelőzően? Hát egyrészt a gazdasági konjunktúrának, másrészt a városvezetés 2010-ben ezt határozta meg fő célként, tehát a foglalkoztatás növelését, beruházások segítését, és hála Istennek ez, hát hallottuk a számokat is, ez komoly eredményeket hozott. Azt emelném ki, hogy ez a folyamat nem árt meg, hiszen a LEGO mellett, ugye LEGO-nak ezzel az 1600 vagy munkahely 4000 dolgozója lesz 3 év múlva Nyíregyházán, de ott van a Contitech is több mint 600 új munkahelyet hoz létre, és például én a múlt héten is a HIPÁ-nál, a befektetési ügynökségnél, mely kormánynak dolgozik, egy másik nyíregyházi cég ügyében jártam el, tehát itt várható még további pozitív bejelentés is. Erről még ezek szerint nem lehet többet mondani, üzleti vagy nyilatkozni. Üzleti titok engem is kötelez. Arról viszont igen, hogy ehhez az utóbbi beruházáshoz vagy fejlesztéshez is a kormány jelentős összeggel hozzájárul. Fontosnak tartják azt, hogy a foglalkoztatási helyzet javuljon ebben a régióban, ebben a megyében, és kiemelten ebben a térségben. Mit gondol, a versenyszférában mennyien szeretnének még elhelyezkedni? Tehát vannak még olyan álláskeresők, vagy friss diplomások, akik szeretnének vagy ezeknél a cégeknél, vagy máshol munkát találni? Hát egy Nyíregyházán a munkanélküliségi mutató legutóbbi szám az 5,5% volt, ami már nagyon jó, ez 4100 embert jelent abszolút számban, és most csak ez a két bejelentés több mint 2200 új munkahelyet jelent, de tudnunk kell, hogy ez nem csak Nyíregyházának szól, hiszen a nagy cégek dolgozói állományának körülbelül a fele nem nyíregyházi bejáró az agglomerációból, a LEGO-nál tulajdonképpen az egész megyéből, tehát ez innentől nézve ez egy megyei kihatású beruházás, és hát ezért fontos az, hogy azokat a infrastruktúrális háttérfeltételeket is megteremtsük, amit az elején említettem, például a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, ugye tavaly átadtuk a nyugati elkerülőt, ami már épül majd tovább, de a LEGO a Tiszavasvágyútig elkészült, fontos a tömegközlekedés, fontos a közműellátottság, fontos a szakképzés, tehát nagyon sok olyan egyéb terület van, aminélkül ilyen beruházások nem születnek. Úgy látszik, hogy ez az ipari park, ami most rendelkezésre áll, kicsi vagy kevés, és a jövőben növelni szeretnék, vagy egy új ipari parkot szeretnének létrehozni, ezt tavaly be is jelentették, természetesen igen, a miniszterelnök úr jelenlétében. Mit lát, milyen jellegű, milyen profilú cégek jöhetnek még ide Nyíregyházára, találnak-e szakképzett munkaerőt, és az látható már, hogy ugye az állami szektorban kevesebb munkahely lesz a jövőben, mindenféleképpen a versenyszférában kell elhelyezkedni majd. Igen, és ezek nagyon jó versenyképes munkahelyek, és még kiemelném azt, hogy nem egy profilra épül Nyíregyháza, tehát ugye lehet világgazdasági hanyatlás vagy visszaesés, nem vagyunk kiszolgáltatva egy ágazatnak. Sok mindenről van szó, a városnak, a megyének az adottságai nagyon jók, hogyha két nem kifejezetten termelő beruházási területet mondjak, a mezőgazdaság, élelmiszeripar fejlesztése, ha közelébe jutnánk annak a szintnek, amikor a 90-es évek elején voltunk, a másik terület a turizmus, ami rengeteg munkahelyet jelenthet, akkor én azt gondolom, az egész megyében megszűnhetne a munkanélküliség. A következő időszakban, az Európai Uniós ciklusban ez lesz a fő irány, ez lesz a fő cél, hogy olyan gazdaságfejlesztési beruházásokat hozzanak létre, amely foglalkoztatás bővítéssel jár. Nevezzük nevén az úgynevezett TOP programot, amelyben, hogyha jól tudom, akkor 24-25 milliárd forintja lesz Nyíregyházának, mire szeretne költeni elsősorban. Három forrásból is gazdálkodhatunk, az egyik a modern városok, például annak az egyik pontja a szerződésnek, amit a kormánnyal kötöttünk, miniszterelnök úr folytatott tárgyalásán aláírtunk.
az egy 320 hektáros új ipari park létrehozása. Probléma az, hogy nincs a városnak tulajdonában már a következő új betelepülésekhez, vállalkozásokhoz saját területe, pedig ez könnyíti az új beruházás elindítását. A másik a TOP, ez a Területfejlesztési Operatív Program. Ebből az idén szeretnénk egy legalább 6 milliárdot lehívni, úgymond támogatási szerződéssel lekötni. Ennek is kiemelt területe az az infrastruktúra fejlesztés egyrészt, ami a beruházásokhoz szükséges, de addig a foglalkoztatási paktumig, ami szintén segíti majd ezt a folyamatot. Itt még az elején vagyunk, április elejéig kell beadni a pályázatokat, most ezen dolgozunk, ezért nagyon jó, hogy a költségvetést már elfogadta a közgyűlés, mert ez a három nagy csomag, a költségvetés mellett a modern városok, illetve a TOP, az együtt fut. A modern városokra kapott a város 500 millió forintot, ebből 5 projektnek a tervezés előkészítése zajlik. Tulajdonképpen ezeket a forrásokat párhuzamosan fogják hasznosítani és felhasználni, mondhatom így, hiszen az elmúlt héten elfogadták a saját költségvetésüket is. Ez szerint a sarokszámok szerint 26 milliárdból gazdálkodik idén a város. A saját költségvetésből milyen kiemelt fejlesztések lesznek, vagy nagyobb volumenű fejlesztések lesznek? A 26 milliárd a mérlegfő összeg, ami tavaly elmúlt év során is 8 milliárddal nőtt, várhatóan ez is nő, hiszen nem épülnek be még ezek, említettem, hogy 6 milliárdra szeretnék legalább leszerződni, ha ez a szerződés kész lesz, akkor azonnal megnő a mérlegfő összeg. Itt a közlekedési infrastruktúrát helyeztük az első helyre. Költségvetésnél azért el kell mondanom, hogy negyedik év, amikor nincs működési hiány, és ugye beruházásokról, fejlesztésekről beszélünk, de a mindennapok szempontjából talán még fontosabb az, hogy egy biztonságos, pénzügyileg is biztos alapokon álló működtetése legyen egy nagyon széles intézményrendszernek, oktatás, kultúra, szociális terület. Tehát ez egy fontos megállapítás. A másik, hogy a közlekedési infrastruktúra azért tettük az első helyre az egész ciklusban, mert ez nagyon elmaradt Nyíregyházán. Ha csak azt mondom, hogy 2010-ben az önkormányzati utak 40%-a volt aszfaltozva, 60% földút. Most 5 év alatt, igazából 13-tól 3 év alatt elértük, hogy már 45%, de például Debrecenben 80%. Tehát ez a terület nagyon elmaradt. Azt is hozzá kell tegyem, hogy amíg a szennyvízberuházást nem tudtuk tavaly nyárig lezárni, addig a pénzünk lett volna se, lett volna érdemes utat építeni, hiszen a szennyvíz, csapadékvíz, infrastruktúra képítése az első, utána jön az út. Tehát ezt folytatjuk, az elmúlt 3 évben évente 15-16 utat tudtunk leaszfaltozni. A másik a közlekedési csomópontok fejlesztése. Ez a baleset veszély miatt, a biztonság, forgalombiztonsága miatt is fontos. Két példát mondok, a Visztoronynál a körforgalom, illetve Orosón a körforgalom, ez elkészült. 14 ilyen pontot tártunk fel, ebből szeretnénk minél többet megépíteni. Tehát egyrészt folytatjuk ebben az évben, amit azt gondolom már kijelentő módon mondhatok, a Debrecen-Kígyó utca kiépítését, ami ugye a folytatása a Visztorony melletti körforgalomnak, valamint itt mellettünk a Szegfi utcának a négysávossá fejlesztését, ami azért is sürgető, mert a buszacsa tavasszal elkészül, jönnek a nagy rendezvények, sok ember által, remélhetőleg sok ember által látogatott programok, még nagyobb lesz a közlekedési dugó és a probléma. Visszatérve még egy percre a költségvetéshez, természetesen stabil a költségvetés, az intézményrendszernek meg van a feladatfinanszírozása, ezzel semmilyen probléma nincs, valamilyen fejlesztéshez kell-e hitelt biztosítani esetleg? Ebben a kérdésben hogy állnak? Az az elvünk, hogy amit lehet, önerő nélkül finanszírozzunk. Ennek van egy terület az állami finanszírozás, például, ha már közlekedési infrastruktúra fejlesztésről beszélünk, a nyugati elkerülőt szeretnénk következő 2 évben, ugye ez állami forrásból megy, a Tokaji útig megépíteni. A második kör a TOP, ugye a TOP-on belül az EU forrás, van önerő nélkül is, de ott már önerő is van, és a harmadik a saját erő. Úgyhogy például a Szegfű út négysávos átételét azt a TOP-ból szeretnék megvalósítani, a Debrecen-Kígyó utcát önerőből, de az önerőt, a saját erőt azt szeretnénk a külterületeken, főleg ott van elmaradás földutak aszfaltozására, illetve amit elkezdtük 2 éve, a járdák felújítása építése, ami szintén nagyon fontos.
az elmúlt két évben évenként 120 milliót tudtuk erre fordítani. Köszönjük szépen, polgármester úr, még nagyon sok kérdés van, ami ebben az évben a városfejlesztéséhez hozzátartozik, de ehhez vissza fogunk kanyarodni a következőkben. Ha meghívnak, szívesen válaszol. Köszönjük szépen még egyszer.